Évek óta törekszünk arra, hogy a munkaerőpiacnak valóban minőségi szakembereket képezzünk. Mondta Dancsó János Bátony terenye Maconka város részében dolgozó asztalos mester, aki nem igazán törődve válsággal és változással évek óta rendre képez szakmunkásokat, még akkor is, ha sorsukat tekintve kissé szkeptikus. Általában azért, akik itt végeznek, a legjobbak a szakmában maradnak, vagy itthon, vagy külföldön. A gyengébbek azok ugye elmennek biztonsági jönnek, vagy az életnek a más területére, de ez azért van, mert tulajdonképpen nincs nekik sikerélményük, meg hát legyünk őszinték, hogy a kétkezi munkának ez nem tudok, most nincs becsülete, egyhamar nem is igen lesz, nekem az a szomorú érzésem van, ugye. Dancsó mester fehér holló. Panaszai ellenére szépen gyűjti a babérokat tanulóival, igaz zömében, nem itthon. Két éve Rotterdamban, Európa-bajnokságon harmadik helyezést vértünk el végzett tanulóval. Tavaly Calgaryban a világbajnokságon pedig a világ 51 országából elhoztuk a 8. helyezést. Arra törekszünk, hogy olyan magas színvonalú, sokoldalan képzett szakembereket képezünk ennek a nagyon változó gazdaságnak, akik bárhol meg tudják állni, akar kis hazánkban, akar a nagyvilágban a helyüket, és öregbítsék a magyar asztal szakma hírnevét. A jelentkezési papírok azt mutatják, hogy ilyen hírek után vonzó lehet Dancsó mester tanítványának lenni. Ebben a tanévben szintén lesznek 8-10 első, másod és harmadéves gyerekek. Akikkel akár még meg is gyűlhet a baja, mert mint mondja, például a legutóbbi versenyen 7 tanuló csillagos ötösre végzett a szakma gyakorlatából. 4 mégis elbuktak, mert nem ment az írás, az olvasás, az értés. A napokban azért is hívott meg vagy 200 általános iskolában tanítót, hogy elmondja, milyen tudással kellene rendelkeznie a gyerekeknek ahhoz, hogy kiváló szakmunkás váljék majd belőlük. Lehet, hogy e helyzettel is összefüggésben van Nagy Lajosnak, a Gyöngyösi József Attila szakiskola tanárának megállapítása, miszerint a gyakorlatból kellene több. Az én tapasztalatom szerint a fiatalok néha unják a sok elméletet, tehát egy picit jobban le lehet őket kötni, hogyha gyakorlatban, gyakorlati képzésben magyarázunk, mutatunk, oktatunk nekik valamit, jobban lekötik, jobban érdeklik. Tehát úgy értékelem, hogy egy kicsit több gyakorlatot kívánnak. Lehetséges, hogy a motiváló tényezők nem papírra vannak vetve? Igazi kézműves alkotás, hogyha egy gyereknek a lelkét idézőjelbetével megfertőzi sikerélménnyel, akkor a gyereknek lesznek önálló gondolatai, és ha önnek önálló gondolatai, akkor amit elképzel, meg is tudja valósítani. Sajnos való igaz, hogy az általános iskolából a jó képességű gyerekeket elszippantják a minőségi gimnáziumok, szakközépiskolák, és sajnos a szakképző iskolák számára sok esetben maradnak ugye gyenge képességű gyerekek, és ezek közül kiválasztani azt a megfelelő gyerekanyagot, aki arra érdemes, hogy valóban ezt a szakmát el tudja sajátítani. Ám ösztökélni nem csupán a kétkezi munkával létrehozott alkotással lehet. Sokkal prózaibb dolog is kell, mondja Dancsó mester. Az nem megy tovább ebbe az országba, hogy a egyes gyerek is, a kettes gyerek is ugyanazt az ösztöndet megkapja mindenki jó tanultat. Ösztönző rendszer kell itt is való, szó igazi értelmébe, ugye azt mondjuk, hogy ösztöndi, de az valóban ösztönözzön akkor, és aki bizony gyengébb képességű, azt úgy kell minősíteni, és a jobbaknak pedig a többet meg kell adni. Indul az új tanév, de arról nincs hír, hogy ez az ösztöndési rendszer megváltozott volna.